Néhány nap van hátra az évből, és ezt a néhány napot arra használjuk, hogy a 8000.hu mindhárom riportere kiválaszt és megmutat önöknek egy-egy olyan tudósítást, ami ebben az esztendőben kimondottan kedves volt a szívünknek. Kezdem is. Történt még valamikor az ősszel, hogy az én drága munkatársaim közölték, mindenképpen látni óhajtják, amint elhagyom a komfortzónámat azáltal, hogy részt veszek egy kézműves foglalkozáson. Én pedig könnyelműen azt mondtam, rendben. A Hetetét Játékmúzeumban vagyunk, a Négykezes Kedd nevezető alkotóműhely eheti foglalkozásán, ahol ezúttal fonott marok kosárka készül rafiából, Tolvajné Zalka Éva vezetésével. A 10 millió forintos kérdés pedig az, hogy vajon meg tudná-e tanítani ezt a technikát nekem? Azt mondta nekem az előbb, hogy mindent meg lehet tanulni, csak türelem kell hozzá. Akkor a kérdés úgy szól, hogy türelem az van elég? Nincs. Akkor nehéz dolgunk lesz. Ja, nekem van. Na, szóval nem akarok vele dicsekedni, de tényleg a türelem az nagyon fontos bármiben, amit az ember dolgozik, vagy még a szórakozáshoz is kell türelem, ha olyan a szórakozás, hogy mondjuk kézművesség. És az idejáró hölgyeknek nagy része vagy itt tanul meg valamit kézműveskedni, vagy már tud, és csak azért jön el, mert a társaság kedvéért. Itt mindig ennyien vannak egyébként? Nem. Hát igen, nem. Én még ilyen sok vendéggel nem találkoztam, mióta itt vagyok. Hát kezdettől, hogy elkezdődött ez a hetet-hét, azóta járok rendszeresen, mint önkéntes, különböző témákban, de ilyen sokan még nem voltak, úgyhogy nagyon örülök neki. Remélem, hogy a többi alkalommal is majd, amikor borgolás vagy más jellegű munkák lesznek, akkor is ilyen sokan ide látogatnak. Mutassuk meg, hogy abból, ami a kezében igen születik, abból lesz egy ebből lesz ez. Marok kosár, hát amit több mindenre lehet használni, akár tévénézéshez magyarót beletenni, vagy benne tartani olyan napi kis ékszereket, vagy a gyerekek színes golyókat, amivel játszanak. Hát bármit, általában amit mindenféle ilyen úgynevezett tartó alkalmatosságra. Elkérhetem az alapanyagot? Csak hogy így kézbe vegyem, hogy borzasztó belegondolni. Rafia vagy Astrid néven ismeri azt mindenki. Felismertem, csak ez nálam otthon egy zacskóban ilyen állapotban van, és azt hiszem, hogy sose lesz belőle. Ja, meg kell próbálni. Nagyon egyszerű. Hát a kellékeket látva, igen. Egy darab tű, maga a rafia. Igen, és meg két kéz. És végtelen türelem. Igen. Uh-huh. Egy öltés. Most merre megyek? Most... Úgyis így. Így most tekerni kell. Itt már a következő lépés jön a középpont után. És akkor most már öltünk. Most már nem csak tekerünk, hanem most már beöltjük az előtte levő sorba, és akkor így rögzítjük a szálat. Az már teljesen bizonyos, hogy nem én fogom elárasztani a világpiacot fonott marok kosárkával, de szerintem ezeknek a foglalkozásoknak nem is igazán én vagyok a célcsoportja. Ha önöket érdekli, jöjjenek és próbálják ki. A jövő héten téma a körszövés, jelentsen ez bármit.